a jövőben is mindent meg fogunk tenni azért, hogy a magyar gyermekek szülessenek bármilyen családba, illetve aztán később éljenek bármilyen körülmények között, és nevelje őket akár egy szülő, akár két szülő, a lehető legjobb körülmények között élhessenek. Ezért is támogatjuk kiemelten a gyermekeiket, egyedül nevelő szülőket és az egyszülős családokat is. Ezt még tavaly novemberben mondta Novák Katalin, az Egyszülős Központ új budapesti épületében. A kormány kiemelt figyelmet fordít az egyszülős családokra, az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően igénybe vehetik a családi otthonteremtési kedvezményt, gyermekeik előnyt élveznek a bölcsődei felvételnél, magasabb családi pótlékra jogosultak, és az Erzsébet táborok keretében számos nyári üdülési lehetőség is biztosított számukra. Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány pedig 2016. decemberében kapott 500 millió forint állami támogatást ahhoz, hogy több mint 10 éves működése után létrehozzon egy Európában is egyedülállónak számító egyszülős központot, ami idén májusban nyílt meg. Erre azért volt szükség, hogy segítse azt a társadalmi csoportot, amely ma a legnagyobb magyarországi kisebbségnek számít. Körülbelül 300 ezer olyan család van ma Magyarországon, ahonnan az egyik szülő hiányzik. Ez az esetek nagy részében az anyuka, aki viszi, vezeti ezeket a családokat. Körülbelül 100 családból 86-87 olyan család van, amit az anya visz, az anya támogat és vezet, de hát körülbelül 40 ezer olyan apuka van, aki egyedül neveli a gyerekét, úgyhogy óriási nagy számok vannak, rengeteg ilyen család van. És hát ami még nagyon fontos, az az, hogy ezekben a családokban több mint 500 000 gyerek nevelkedik. A központ kialakítása során az alapítvány egy több mint 1000 fős kutatással mérte fel, hogy az egyszülős családoknak milyen segítségre lenne szükségük. Az egyedülálló szülők a legnagyobb problémaként az elmagányosodást, az elszigetelődést nevezték meg. Az alapítvány egyik célja ezért, hogy az egyedülálló szülők közösségben érezzék magukat a központban. De a centrum további más területeken is segíteni kívánja a hozzájuk fordulókat. Részben olyan szolgáltatásaink vannak, amit már korábban is nyújtani tudtunk, de most személyes találkozásokkal, személyesen is tudnak a szülők eljönni hozzánk. Ilyen például a jogi tanácsadás, ilyen a pszichológusi segítség, akár a szülőnek, akár a gyereknek. Ilyen a mediációs segítség. Nagy Anna azt is elmondta, a pénzügyi problémák megoldására munkaerőpiaci szakemberekkel és fejvadászokkal tanácsadást és képzéseket is szerveznek majd. Hozzátette, egyelőre csak Budapesten működik egyszülős központ, de céljuk, hogy ez mintaként szolgáljon, és az országban számos hasonló centrum létesülhessen.